Köszöntöm Önöket, Sebes György vagyok a hírekkel, ez a heti tévé híradója. Akár már a jövő év első negyedében újabb döntéseket hozhat a kormány a családok támogatásáról. Ezek a családok védelméről nemrég lezárult nemzeti konzultáció eredményei alapján születnek. A Humán Minisztérium államtitkára azt is elmondta, több mint 1.300.000-en töltötték ki a kérdőíveket. Novák Katalin arról is beszámolt, hogy januártól havi 40.000 forintra nő a két gyermekesek családi adókedvezménye. Ez már a várandóság 91. napjától igénybe vehető. A család és ifjúság politikáért felelős államtitkár kiemelte, hogy csak a családi adókedvezménynek köszönhetően jövőre már 2250 milliárd forintot takaríthatnak meg a magyar családok. Egy brazil hírügynökség szerint Orbán Viktor részt vesz az új brazil elnök beiktatásán. Jair Bolsonaro akkor hívta őt meg a január 1-i eseményre, amikor a miniszterelnök még novemberben telefonon gratulált választási győzelméhez. A szélsőjobboldali brazil politikus populista programmal nyerte meg az őszi elnök választást. Orbán Viktor azt mondta neki, hogy Magyarországon is fontosnak tartja azokat az értékeket, amelyeket Bolsonaro győzelemre vitt hazájában. Az egykori katonatiszt többek között nosztalgiával emlékezett a katonai diktatúrára, szavakban sem tartja sokra a demokráciát, és enyhíteni akarja a fegyverbirtoklás szabályait. Többször is durván homofób módon nyilatkozott. Beiktatására a Folha Press hírügynökség szerint 12 állam és kormányfőt várnak. Köztük van Benjamin Netanyahu izraeli kormányfő és a portugál elnök is. Az Egyesült Államokat Mike Pompeo külügyminiszter képviseli. Budapesten várhatóan már az új év első napjaiban összeül az országgyűlés. Az ellenzéki pártok és a független képviselők ugyanis rendkívüli ülésnapot kezdeményeztek. Az ehhez szükséges több mint 40 képviselői aláírást eljutották a házelnökhöz. A házszabály szerint Kövér Lászlónak 8 napon belül, vagyis legkésőbb péntekig kötelező összehívnia az ülést. A kezdeményezők meg akarják vitatni, törvényesen fogadta el az országgyűlés a kormánypárti képviselők voksaival a munkatörvénykönyvének módosítását. Az úgynevezett rabszolgatörvény ellen az utcákon is napokon át tiltakoztak. Az ellenzéki képviselők azt is sérelmezik, hogy a rendőrök tétlenül nézték az ellenük alkalmazott fizikai erőszakot a köztévé székházánál. Már a jövő héten egyeztetni akar a szocialista párt a demokratikus ellenzéki pártokkal az európai parlamenti választásról. Ezért stratégiai egyeztetésre várják az érintettek kampányfőnökeit. Az MSZP választási felkészülését irányító Ülye István arról is beszélt, hogy a májusi voksoláson összehangolt fellépéssel megtörhető az Orbán rendszer. Mint mondta, emiatt óriási az ellenzék felelőssége. Szerinte nincs szó közös ellenzéki listáról, de azt meg lehet mutatni, hogy nem néhány ezer ember, hanem százezrek tiltakoznak a rendszer ellen, hangosan is kimondva véleményüket. Már az új év második napján, vagyis szerdán összeül a brit kormány, hogy megvitassa az Európai Unióból történő brit kilépés lehetséges változatait. Theresa May miniszterelnök így csaknem egy héttel lerövidítette kormánya karácsonyi szünetét, mert aggódik, hogy mégis megállapodás nélkül kell távozniuk. Az 585 oldalas egyezség már december elején megszületett, ám a brit alsóházban mégsem szavaztak róla. A kormányfő ugyanis attól tartott, hogy nem kapja meg a kellő többséget, ami bukásához és esetleg új választáshoz vezethet. Theresa May most megpróbálja menteni, amit még lehet. Sokak szerint azonban ez csak showműsor, aminek célja, hogy bemutassa a kormány minden lehetséges módon felkészül, akár a legrosszabb forgatókönyvre is. Amerikában azt találgatják, hogy az elnök szilveszterre is olyan meglepetéssel készül-e, mint amilyen karácsonykor szerzett. Donald Trump ugyanis váratlanul felkereste az Irakban állomásozó amerikai katonákat. 3 órás látogatását többek között arra használta fel, hogy megmagyarázza csapatainak váratlan kivonását Szíriából. Ezt a döntését ugyanis sokan bírálták,
Különösen azért, mert Trump azt állította, már végleg legyőzték az Iszlám Állam nevű terrorszervezetet. Nekik azt üzente, idézem, sokan egyetértenek majd a gondolkodás módommal, itt az ideje, hogy elkezdjük használni a fejünket. Iraki látogatás azonban csak újabb vihart kavart. A bagdadi parlamenti pártok ugyanis a belügyökbe történő beavatkozással, az ország szuverenitásának megsértésével vádolták az elnököt. Az amerikai védelmi miniszter közben bejelentette, hogy már az új év első napján távozik posztjáról. James Mattis eredetileg csak február végén akart kiválni a kormányból. A jelek szerint azonban az elnök megharagudott rá, amiért lemondó levelében a tárcavezető bírálta Trump külpolitikai döntéseit. Mattis különösen azzal nem értett egyet, hogy az elnök kivonja csapatait Szíriából, sőt, az Egyesült Államok részlegesen kivonul Afganisztánból is. A távozó miniszter az amerikai nemzetbiztonság veszélyeztetését látja ezekben a lépésekben. A Pentagon szóvivője nyilván nem véletlenül mondta azt, hogy a minisztérium továbbra is a nemzetbiztonságra összpontosítja figyelmét. Németország ellenezné újabb nukleáris rakéták európai telepítését, ha érvényét vesztené az ilyen fegyverek megsemmisítéséről szóló amerikai-orosz szerződés. A német külügyminiszter egy interjúban ezzel összefüggésben fontosnak tartotta, hogy Európa nem lehet új fegyverkezési verseny szintere. Heiko Maas úgy vélte, a legújabb harci eszközök köztük az emberélet kioltására kifejlesztett robotok használatának korlátozására is kiterjedő rendszert kellene kidolgozni. Nyilatkozatának előzménye, hogy Washington szerint Moszkva nem tartja be a régebben kötött rakéta szerződést, ezért kilátásba is helyezték az egyezmény felmondását. Izraelben átmeneti időszak kezdődött, miután a parlament a héten törvényt hozott saját feloszlatásáról. Ezzel megkezdődött az április 9-ére kitűzött, előrehozott parlamenti választás előtti kampányidőszaka. A rendkívül népszerű Benjamin Netanyahu miniszterelnök egy hete szólított fel a jövő novemberben mindenképpen esedékes választások előrehozatalára. Ezt indokolta, hogy november óta, amikor rá Viktor Lieberman védelmi miniszter távozott a kormányból, egy fős parlamenti többsége volt a koalíciónak. Netanyahu döntésének valódi célja azonban nyilvánvalóan az volt, hogy nehéz helyzetbe hozza a korrupciós ügyei miatti esetleges vádemelésről döntő főügyészt. A voksolás előtt ugyanis már nem emelhet vádat, hiszen azzal beavatkozna a politikába. Indonéziában tovább mozog a föld, és újabb katasztrófáktól is tartanak az egy héttel ezelőtti cunami nyomán. Egyelőre szigorították a repülési szabályokat a hamufelhőket kilövelő Anak Krakatau, vagyis Krakatau gyermeke nevű vulkán térsége felett. A tűzhányőt 5 kilométeres körzetben tilos megközelíteni. Az idén a Krakatau már többször is kitört. Egy hete emiatt a vulkán egy része leomlott, földcsuszamlást okozva, ez pedig szökőárt váltott ki. A természeti katasztrófa akkor több mint 430 ember halálát követelte, ezernél többen meg is sérültek. Rengeteg ember vesztette el otthonát a Jáva és Szumátra szigetek közötti Szunda szoros térségében. Szicíliában is tart még a riadalom a karácsonyi földrengés miatt. Catania térségében jelentős károk keletkeztek, és sokan meg is sérültek. A mozgás epicentruma az Etna lábánál volt, és feltehetően összefüggésben van azzal, hogy a tűzhányó újra működik. A vulkán karácsony napján tört ki, azóta több mint 100 rengést mértek. A szigeten már a 12. századtól hozzászoktak a pusztító földmozgásokhoz. Messina térségében volt az eddigi legnagyobb olaszországi földrengés, 1908-ban az akkori adatok szerint több mint 100 000-en vesztették életüket. Ausztráliában eközben a szokatlan hőség okoz gondokat. A kontinens középső és az északi részén mindenütt 40 Celsius foknál melegebbet mértek. Pibara térségében 49 fokot mutattak a hőmérők. A hőhullám az új év első napjáig kitart.
mindenütt figyelmeztettek a hirtelen fellobbanó tűz veszélyére, és azt tanácsolták az embereknek, hogy ne tartózkodjanak a napon, és fogyasszanak elegendő folyadékot, elkerülendő a hőkutát. Egy tévériport szerint karácsonykor az emberek egyik kedvenc időtöltése az volt, hogy slagokkal vívtak vízicsatákat a kertvárosokban. Itthon szilveszter előtt az állatok fokozott védelmére figyelmeztetnek. Az ilyenkor szokásos petárdázások és tűzijátékok erőteljes hang- és fényhatásai az állatok sokaságát rémítik halára. Sok kutya ilyettében elszökik, ezért tanácsos ellenőrizni a rajtuk lévő mikrocsipek adatait. Fontos, hogy legyen az állatokon nyakörv a gazda telefonszámát tartalmazó bilétával. Az év ezen időszakában rengeteg civil és hivatalos állatvédő tart ügyeletet, és igyekeznek hazajuttatni a már befogott állatokat, amennyiben minden óvintézkedés ellenére elkóborolnának. 32 fajta édespezsgőt vizsgáltak meg szilveszter előtt élelmiszerbiztonsági szempontból, és úgy találták, mind megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A szakemberek a laboratóriumban többek között a pezsgők alkohol, cukor és sav tartalmát, széndioxid tartalmát, valamint azok jelölését vizsgálták. Jelölési hiba miatt egy esetben intézkednie kellett a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatalnak. A borászati szakemberek és laikusok alkotta a kóstolócsapat tagjainak tetszését leginkább a törlei Fortuna édes, illatos, minőségi pezsgő nyerte el. Szilveszter napján, vagyis holnap a szombati menetrend lesz érvényben a budapesti közösségi közlekedésben. Éjszaka viszont a szokásoktól eltérően végig jár a 2-es, a 3-as és a 4-es metró, valamint a Békásmegyeri és a Cseperi hév is. Ugyancsak folyamatosan lehet utazni a 4-es és 6-os villamossal, valamint az 5-ös, a 7-es, a 8-as E és a 9-es busszal. Kedden a járatok az ünnepnapi menetrend szerint közlekednek, szerdától pedig visszaáll a szokott menetrend, és akkor már fizetni kell a parkolásért is. Borús, esős idővel búcsúzik az óév. Ma napközben sokfelé lehet eső, sőt egyre nagyobb eséllyel havas eső. Estére kelet felé elvonul a csapadék, de mögötte még egy zápor kialakulhat. A szél erős, főleg az Észak-Dunántúlon viharos lehet. A hőmérséklet napközben plusz 2 és plusz 8 fok között alakul, este viszont mínusz 3 és plusz 2 fok közé hűl a levegő. Eddig tartott a híradó. További információkat találhatnak még a braillepress.com, valamint a heditv.com portálunkon. Köszönöm figyelmüket!